Játékos módszerekkel az összes gyereket jól megmozgatták a napokban a Varga Tamás általános iskolában. Mindez a Klebelsberg intézmény fenntartó egy kiemelt támogpályázatának része. A mentoráló intézményi program keretében mi arra vállalkoztunk, hogy az egésznapos iskolai modellünket mutatjuk be más intézmények számára. Hospitációs napokat, workshopokat szervezünk arra vonatkozóan, hogy megmutatjuk, hogy mi ezt hogyan csináljuk, és természetesen mindig lehetőséget teremtünk arra, hogy betekintsenek ezekbe a foglalkozásokba. Az iskolai program leglátványosabb és erőteljesebb eleme a sportfoglalkozásokban rejlik. Az intézményvezetés szerint a mozgás felszabadító ereje plusz energiákat mozgósíthat. A város pedagógusai mászófal, darts, szivacskézilabda, foci, asztali tenisz, ugráló kötél foglalkozásokat tekinthettek meg. Mindez a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését, speciális igényeit is szolgálja. Ennek egyik legalkalmasabb módszere a mászófal használata. Amellett, hogy koncentrációjuk fejlődik az izomtónusuk, a karláb összhangja, egymásra figyelés, a félelem leküzdése, személyiség fejlődése mennek keresztül, probléma megoldó lehetőségeket tárunk eléjük, és nagyon fontos, hogy úgy motiváljuk őket, hogy ezeket a feladatokat le tudják küzdeni. Ma már az iskola mentorháló programjának keretében tartottak speciális képzést a pedagógus kollégáknak. A cél, hogy a tanárok minél hatékonyabbak legyenek az osztálytermekben. A mai klubfoglalkozás abban segíti a kollégáimat, hogy a gyerekeket tudják motiválni, érdekesen, élménypedagógiával ellátni. Azt szeretném segíteni, hogy önmagukat megismerve, tudva az erősségeket, a fejlesztendő területeket, fogadják el, támogassák a tanítványaikat, hogy az életbe be tudjanak válni. Az előadás által igyekeznek az oktatáspolitikai változásokon is átsegíteni a tanárokat.